Most az nekem nagyon tűnik, hogy ezt most nagyon benéztétek itt, tehát... Igen. Elég durván. Igen, itt én küldem is fel Lacihoz így a felmentő sereget. Nem túl nagy, aha, de legalább sereg. Nem túl nagy, de legalább valami. SCV támadás. SCV-kkel gondoltam, majd kijövök legalább, hát addig sem pontja az épületeket. Aha. Hát lehet mondjuk ezt a legjobban segített volna, de ki tudja. Nem, amúgy is bejebb ment volna, így legalább közelebb volt a Tominek a... Hát ahogy nézem, ugye neked maradt 7 darab munkásod. Ugye a többiek 18-28 ellenében. Ahogy nézem, egyébként a lila Terran az, akinek a legtöbb van, és ugye neki is a legnagyobb a bevétele így a játékban. Tehát neki kéne igazából a legtöbb egységet gyártania, és a legaktívabb. Gyakorlatilag nem erről van szó sajnos, mert sajnos... Gyakorlatilag ti már most azonnal mentek, és egyből támadtok. Így van. Nem defenzív játékstílust vettünk fel itt, mert nem hozott eredményt ideig egyszer sem. Hanem minél agresszívabban, pörgősebben próbáltunk meg reagálni ezekre. De egyébként amennyire mi nem... És ugye ebben a csatában az Erg az egyedül bevállalja azt, hogy igen, most lenyomt ideket. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mi amennyire nem voltunk összehangolva körülbelül a meccs folyamán, annyira a Zerg és a másik Terra sem, tehát itt hagyta elveszni a Zerg seregeket. Nem jött neki segíteni egyáltalán. De a igen, Zerg is ugye volt, mert később menekült el. És most ők vannak hátrányban emiatt, mert ugye a Zerg igazából az a lila Terrának nincs is nagyon unit per pill, 2 siege tank, ugye egy Valkyr, egy Medivac, egy Marauder, szóval nagyon segíteni sem tudott volna jönni. De ami van, azzal vele itt is van. Hát 3 Marauder, 4 Marin. Effektíve. Hát itt nagyon sok esélye nincs a Terrának, ezt ő is tudta. Hát itt újra felörlöttünk, viszont 2 Medivackel gondoltam, hogy minimális droppot kaphat a Zerg, hogy ne maradjon igen, egy igen másodperc nyugalom se. Az volt, hogy most ugye visszalettetek verve, de nem az, hogy akkor most megint nyugi van, hanem ti egyből megint mentek. A pár egységgel is, ez a medélyavakat azért nagyon ügyesen bevitted a szlátra. A legalább zavarásnak is, ugye Terran az már egyből a lila Terran egyből hozza is az egységeit. Hát ez egy kis lelki terror. Tehát ettől nem is kell több. Lelki terror. Még azért volna még szebb, hogy visszalegy egy SCV-t, és azzal javítod ezt a tankot, ami ugye meg is hal. Így van. Viszont egyetlen dolog, amit még nem láttam senkitől, és mi sem csináltuk sajnos, ez a overlordoknak a vadászata. Tehát egy pár vikinget kellett volna csinálni, és elkezdeni vadászgatni így az Zerg overlordokat. Valahogy még nem passzol bele így a dologba. Itt én megmenekítem. És itt igazából a Zerget ugyanúgy megöltük, és az volt a szerencsé, hogy most ebben a szituációban jött és segített neki a Terra, mert egyébként meg végig mentünk volna rajta. Ahogy nézem, eltelt az 4-5 perc, azért sikerült ez a 10 idő alatt 20 alatt csinálni a 3-4 mostanra 4 munkást. Sima. Ja, Lacit lekötötte ugye itt a komoly... A mikrófon, ja. Sok időt a felemészékén a mikrózás, egyébként én is nagyon bele tudok mélyedni abba, hogy éppen mozgatom az egységeimet, és kurvára nem tudok arra figyelni, hogy ott van mit történik. De most sincsen nyugalom természetesen, mert újra útnak indul a dropship járat. De közben? Keleti pályaudvar. Igen. Itt egy elég szép kis csapat alakult azért ki, de te azért erre már rákontrázva egyből mész is. Így van, ugye a Terran láthatjuk és a Zer közösen először talán a játék folyamán megindul Lacihoz, ugye a kék Terran. Viszont pont párhuzamosan én elindulok a Terranhoz, ugye a bal alsó sarokban a 3 dropshippel. Semmi légvédelem nincsen nála. És pikpak a lényeget, ugye, a központot. És azonnal, te gondoltad is, nem is gondoltál többre igazából, ugye? Nem, tehát SCV-ket kivégezni és számítottam rá, hogy elmenekül, és egyből fókuszatak ugye a Command Centerre, és utána pedig egységeket kimenteni. Ugye a Terra... Én megbúztam a Terra, meg középen jobbra balra hurcibálja a seregét, mert gyakorlatilag erre nem volt felkészülve. És ugye mire visszaér a Terran... Nagyon ügyesen ki lett menekítve innen a sereg. És közben itt meg már egy Laci közben megint már egy droppot. Eközben én már bedroppoltam fönt azzal a maroknyi kis seregemmel az Zerghez.
Tehát itt párhuzamosan kapott, a Terra macskaegér játékot játszik effektíve, ide-oda rohangál a pályán, sehol sem tud érdemben érvényesülni. Igen, azt hiszem, hogy nagy lila ilyen vonal itt középen így megy jobbra-balra, mint a kígyójáték lenne. Elég mókás a sétáló viking a mezőn. Ja, hát körülbelül. De hát ő tudja. De nyugalom nincsen, hát, egy másodperc se. Nálam 5 dropship van tele. Eközben, miközben a Terra újra menetel huszárik Lacihoz. Szépen liba sorban megy a vágó hídja. Megköszönjük, hogy nem tudunk neveket, basztul. Majd kis is fogjuk. És akkor ugye itt azért eldőlt a meccs, mert azért Laci fönt beaprította a Zerget, te beaprítod a Terránt, és a Terrán az beaprítja Lacit is, de az már itt igazából nem, azt nem szoroz. Elegyben vagytok. Hát itt már nincsenek Zergnek egy exp, főbázis nincs, Terrán megsemmisül effektíve. Lacit beveri a Terra. Itt már lépnek is ki, azt hiszem a játékból, hogy gyakorlatilag ennyi történt itt. Szerintem GG be is írja, akkor is adták a mérkőzést, úgyhogy szerintem ez egy egész élvezetes kiplay volt. Hát eléggé szét voltunk esve, de ahhoz képest élvezetes volt. Igen, most ezzel arra akartam utalni, hogy most már ideig lenne kikapcsolni a videót.